A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafifrap autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az Isuzu D-Max forgalmazója. Isuzu. Japán. Munka. Erő. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója a BL Uraszalon országos bolthálózat. A Sportverda támogatója Dr. Balsai Tamás és csapata a Perfect Smile, mert minden egy szép mosolyjal kezdődik. Hölgyeim és uraim, ha minket vártak, hát itt vagyunk. Hamarosan kezdődik a nagyon rendhagyó autós műsor. A stúdióban már ott van a műsorvezető, Tordai István. Üdvözlet, ez a Sportverda, a felettébb hosszú, ám három részből álló autós műsor, annak is a 2016. évi februári adása. Egyelőre még egyedül vagyok itt a stúdióban, de már hozza a taxi első vendégünket, Kisót. És már mai második vendégünk is szágult felénk széles mosollyal, aki nem más, mint Ada. Amint hallják, megérkeztek a lányok. Mi újság van? Hello, szia Isten! Jó napot, estét! Mi van most? Köszönjük a fuvat! Szerintem nézzük meg az ajánlót, az a biztos. Mit gondoltok, gyorsak az elektromos autók? Nem próbáltam, nem ültem benne, fogalmam nincsen. Gondolkozom. Ne. Az már rég rossz, köszi. Tudtok mondani nekem egy darab elektromos autó márkát? Tesla? Egészséged. Az életben nem a lélegzetvételek száma a fontos, hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk. Ezt valahol olvastam, és nem tudom, ki mondta, de nagy igazságnak tűnik. Jöhet a mellbevágás. Szóval igen, eláll a lélegzet. Tesla Roadster. Úgy képzeljük el az élményt, hogy amint lepadlózunk, abban a pillanatban belevág az ülésbe, és megtorpanása vagy váltások nélkül gyorsul egészen a végsebességéig, ami 201 km per óra. 3,9 másodperc alatt éri el a 100-at, avagy ültünk már gyorsabb autóban is, például Nissan GT-R, de ez más, itt nincs hatásszünet. Itt minden egyből és azonnal történik. Ha nem tapossuk folyamatosan és elvetemülten, akkor alapjában véve egy nagyon kellemes autó. Suhanunk előre, a végtelen csendjébe, egy kis megnyugvást kérni, és közben azt érzi az ember, hogy örökké fog élni. Ez a kocsi az elektromos hajtású autókat gyártó amerikai Tesla Motors első modellje, és egyébként a világ első elektromos sportautója. És hogy miközben van az angolokhoz, azt Varvasovszky János fogja nekünk elmondani. Angliában gyártották 2008-tól 2012-ig, ez egy 2010-es darab. Lotus Elise alapjaira készült, egy elektromos motor hajtja, egy hatalmas akkumulátor a energiaforrása. Normál üzemmódban körülbelül 250 kilométert lehet vele elmenni egy töltéssel.
Ennek az autónak a 2010-es újkori ára 22,5 millió forint volt. Most mennyit érhet? Ennek az ára most 15 és 30 millió forint között van. Abban hasonlít az oldtimerekre, hogy ennek az ára sem csökken, hanem inkább növekszik. 2400-2500 darab készült ebből az autóból. Minden tulajdonos regisztrálva van, hogy az ő autója éppen hanyadik, ez az 524. darab. Colin Chapman, a Lotus márka alapítója, azt mondta, hogy egy autó akkor lesz igazán gyors, hogyha könnyű. A Lotus Elise az olyan 800 kiló. A Tesla ehhez képest? Ennek az autónak a mércsúlya 1260 kiló, ebből az akkumulátornak a súlya az 470 kiló. Ez a jövő? Abszolút ez a jövő. Tehát az a 100%. Tehát pont a Zsigánnak meséltem. Na jó, hát ezt így. Ez egy érdekes pár. Marika néni is ott volt. Abszolút ez a jövő. Nem azért, mert elfogy az olaj, hanem azért, mert egyszerűen egy fantasztikus technika. Dodge-emünk maximális nyomatéka 400 Nm. Acélos. Ezt komolyan mondom, már nem egyszerű gyorsulás, hanem zuhanás. Energia igénye olyan, mintha egy benzines autóval kevesebb, mint 2 liter benzinből tennénk meg 100 kilométert. Károsanyag kibocsátása közvetlenül nincs, közvetve viszont van valamennyi, hiszen az áramot is elő kell állítani valahogyan. A Teslának napjainkban két modellje létezik, ugye a Roadster és a korábbi adásunkban már bemutatott Model S. Mi a különbség? Szerintem az, hogy amíg a hatalmas és nagyon gyors szedán minden mozzanatában a környezetvédelem üzenetét hordozza, addig a Roadster hát kizárólag a szórakozásról szól. És az ember, szegény ember csak lapul belül, benn magában, s ezer arccal egymagában ül.